Kérem szépen, ez egy erkély, ha nem tűnt volna fel, madarak madárkodnak, van, hello, és ez is forog. Na, csak én kellek a képbe. Szerintetek ez a kettő összeillik? Én nem látom, nem látok át a kártyán. Na, de lássuk. Magányosság, saját tér. Mennyire szükségem van most erre? 6 hónapja élek a párom családjával. Sokak szerint, akik nem tudják, hogy miben vagyok, csak azt tudják, hogy kint élek Rómában, és minden oké, nem dolgozom, happy life, felülünk a public, a tömegközlekedésre, és akkor egy óra alatt lemegyünk a tengeren, vagy kocsival, és akkor minden király. Annyira azért nem egyszerű, de erről egy másik videóban szeretnétek erről többet tudni, miért is nem olyan egyszerű kinélni Rómában, akkor azt majd egyszer lehet elmondom. De most nagyon-nagyon amire van szükségem, az, hogy legyen a saját tér, mert sok-sok évnyi egyedülélés, különélés, utazgatás, sok emberrel való élés után már eléggé kialakult, hogy hogy szeretek élni. Nem azt mondom, hogy eléggé különböző, vagy különc, vagy speckó életet élek, de hát mondom úgy, hogy kevés ember tudok, aki hasonlóan él, mint én. Sokaknak vannak hasonló értékei, nekem is van sok értékem hasonló másokéhoz. Már igyekszem úgy csinálni, hogy ne kelljen értékeimmel fizetnem, vagy a saját energiáimmal azért, hogy éljek valahol. Valamiért most ennek így kellett alakulni, sokat tanultam belőle, de pár nap, és meg lesz a saját tér, költözünk. Itt élvezem ezt a nagyon szép erkélyes napos időjárást, láthatjátok, pólóban vagyok, most, hogy már lassan megy le a nap, kezd hűvös lenni, de el voltunk pár órát itt a erkélyen délután, december 30-a van, Róma, Olaszország, hát jobb idő, mint Európa más részein, vagyis északi közép részein. Kicsit megtapasztaltam szerintem az ilyen közösségi magány, nem is társas magányt, hogy mert nem is tudom, inkább lettem volna magányosabb egyedül, mint keresni a saját teremet másokkal, ami nem feltétlen rossz, mert nagyon el voltam, csak elfogyott magamból az a kicsit az a pozitív ság, amivel mindig magamat éltetem, meg a körülöttem lévőket. Ez nagyon sok különböző probléma, ami erre nem volt rálátás, és egy kicsit elfáradtam. Szeretek a komfortzónán kívül lenni, de vannak azért határaim ezen belül nekem is. Hát ennyit erről. Magányosság és saját tér. Figyeltek oda, hogy meglegyen a saját teretek. Társas magány az nem annyira jó. Az egy ilyen önbutítás talán. Zárom. Hogy egy kis faház legyen. Lehet ez már megint hosszúra sikerült, egyáltalán benyomtam a felvételt, mert sokszor nem nyomom be. Megnézem. Addig is köszönöm, hogy itt voltál, ha valamivel tudtál rezonálni, vagy el tudsz vinni egy kis saját teret, hogyha magányos lennél, akkor tölt egy kis időt egyedül, vagy ha túl sokat vagy magányos, akkor tölts időt másokkal, engedj be embereket a saját teredbe, és akkor talán nem leszel annyira magányos. Hát én ezt viszem el. Én eddig fókuszáltam, hogy másokkal legyek, a mások terét szépítsem, most a saját teremet fogom szépíteni, és ha szeretnétek ebben részt venni, akkor maradjatok a csatornán. Like, share, comment. Köszönöm szépen, és kellemes évzárást kívánnék. Már lehet, ez csak évzárás után fog felkerülni. Ma meg holnap nem nagyon lesz internetem, mert ebben a lakásban nincs. De lehet, hogy kitalálom, hogy visszamenjek oda, ahol van. Na de addig is, ha szeretnéd, gondolkodj el a magányosságodon, meg azt, hogy lehetne több saját tered, vagy hogy a saját teredben hogy lehetni kevésbé magányosabb. Ez mind a kettő nagyon fontos dolog. Sokat adhat és sokat taníthat. Erről ennyit, lehet, hogy erre az évre ez az utolsó videó, de lehet, hogy ez az első a jövő évben. Ki tudja? Randomság, spontanitás, nyitottság mindenre, és akarva, akaratlanul sem kapaszkodni semmihez, mert hát minden változik. De most megnézem, hogy elindítottam a videót. Sziasztok! Hakuna Matata!